Jó régen találkoztunk, Gabi, mert van már 3 napja, amikor egy Molkoton voltál. Sikere volt a promónak? Igen, sikere volt, és rá egy nap, amikor találkoztunk, volt egy reklámspot forgatás, ami ilyen éjjeli, az is elég érdekes volt. Hát gondolom, hogy lehet majd látni a reklámokban és az interneten. Nagyon jó volt. Most meg vizet iszok. Tudod, milyen víz ez? Nem tudom, nincs rajta márka. Hát jelzés. Ez saját vízem. Talmavíz. Lesz ilyen? Talmakva. Lesz ilyen? Hát miért ne? Ezt most be kell dobni valami szponzornak, tehát hogy a talmát szeretnétek, mert ugye van az a vízmárka, aki focistákat futtat, ide jönne motorosok. Egyébként pont Olaszországban kiméztem, az érdekes, tehát én Marco Melandris chipset, meg egy csomó ilyesmit látok, hogy nálunk egyszerűen ezt annyira szarba veszik, vagy nem fedezik fel, hogy nagyon sok embert érdekel a motorozás, hogy hihetetlen. Igazad van. De ennyi, nem? De gondolom, te ezt az utat már jobban régóta járod, hogy a szponzorszerzés meg ilyenek hogy mennek. De hagyjuk is ezt a témát szerintem, mert ez nem is a te dolgod, hanem a Stefanoé. Hogy vagy ilyenkor? Tehát a Hung Expo-ra ugye most már rendszeresen megjelenek a talma, a kamion, illetve jössz ide dedikálni. Mi a viszonyod az emberek, hogy viszonyulnak hozzád? Hát számomra egyben feltöltődés és lemerülés és egy ilyen nap. Feltöltöd is, mert nagyon sok szeretetet kapok és sok gratulációt, ami nagyon fontos, mint versenyző. De egyben le is merülök, mert annyi kérés van, kérdés és annyi fénykép készül, hogy a nap végére teljesen lemerülök. Mert ez egy ilyen nap, és jó, hogy itt lehetek, mert édesapám egyre profibban csinálja minden évben az ő saját részét. Egyre több szponzor áll mellénk, jelenik meg velünk, és segíti az utánpótlást, ami igen fontos, mert fontos, hogy utánam is legyen valaki. És mivel ma péntek van, és láthatjátok is meg ezt a videót, szombat vasárnap ugyanúgy ki leszel itt a standotokon, igaz? Úgyhogy lehet veled fotózkodni, aláírást kérni, minden ilyesmi. Így van, mindig 2 és 4 óra között általában, mert délelőtt ugyanúgy folytatom az edzéseket, mert jövő héten már indulok az írtatesztekre, és ebben a periódusban itt vagyok, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Fejben egyébként, amikor így kimész, vagy a kocsiba ülsz, akkor azért a pályákon, meg a motorokon mész, vagy azért úgy ki tudsz kapcsolódni, és el tudsz felejteni egy kicsit azt a világot? Hát nehéz most kikapcsolni, mert egyre közelebb kerülök a versenyhez, ilyenkor már vannak napok, amikor picit talán, hát nem is, hogy aggódok, csak úgy, mert hogy mi lesz a várakozás, ez egy ilyen idegtépő. Igen. De a következő pillanatban, amikor végzek egy edzéssel, akkor meg magabiztos vagyok, hogy hú, hát most már bármi jöhet, de talán ez a legnormálisabb hozzáállás, hogy néha magabiztos vagy, néha egy picit elbizonytalanodsz, ennél jobb nincs, ezt szoktam mondani a sportpszichológus. Igen? Igen. Ki a sportpszichód? A sportpszichológusom dr. Vura Márta, és jól is szoktam készülni, minden verseny előtt megyek hozzá, átbeszéljük, hogy éppen esetleg mi bánt, vagy miben lehetnék jobb. De Márta nagyon durva, nem? Valenciában mutattam be neked, emlékszel? Igen. És a Mártával olyan egy sportpszichológus, az ember azt gondolná, hogy ó, mindenki, meg íző, meg mindenki erős vagyok, én fejben meg elhiszek. És a csajjal, illetve a hölgye, mert ugye egy idősebb hölgyről van szó, én egy negyed órát beszélgettem, meg a repülőn mellett ültem minden, és csak a sima beszélgetéstől annyira feltöltött, hogy valami döbbenet, valamit nagyon tud. Igen. Ugye ez nem csak neked segítő, olimpikonoknak, kajakosoknak, sok olimpikon azt mondta, hogy nélkül nem jutott volna a dobogó csúcsára. Pontosan. Én alkalmanként 2-3 órát szoktam vele dolgozni, beszélgetni. És hogy zajlik egy ilyen? Igazából nem lehet elmondani. Ez olyan érzés, amit te megfogalmaztál az előbb, hogy csak 15 percet beszélt, de egy csomó minden más volt, változott benned, és ettől olyan csodálatos az egész dolog. Akkora tudása van neki, és nagyon sok tapasztalata a sportban, hogy mindig tud segíteni egy-egy példával, és nem kell saját magamon tapasztalni. Mi lesz az írtateszten a várakozás? Tehát most ilyenkor a csapattal kommunikáltok a két teszt, vagy a versenyek között, le van kommunikáció, hogy mit, hogyan, vagy ilyenkor mindenki elvonul és teszi a dolgát? Mindig van kommunikáció, nap mint nap beszélek, vagy a csapatfőnökkel, vagy pedig úgy nevezem, hogy karmester, ő a Tommaso Rapponi, aki a főmérnököm. Lényegében ő irányítja az egész technikai fejlesztést, és vele nap mint nap beszélek, és utoljára az volt a kérdése, Gábor jól vagy? Mondom, jól. Az a lényeg, hogy te jól vagy, akkor mi is jól vagyunk. Nagyon jó ember. Hogy fogadják egyébként így csapatok és versenyzők ezt a Moto2 kategóriát? Mert azért elég sok az anomália, nagyon sok a kérdés, mert kevés idő volt kifejleszteni a blokkot, kevés időtök van tesztelni a csapatoknak, kevés idő van összerakni a vázakat, futóműveket. Hogy élik ezt meg itt az emberek? Illetve mondjuk a nagyobb kategóriás versenyzők, nem most gondolok olyan rossz írva, hogy mindenkivel beszélgető viszonyban vagy, ők hogy viszonyulnak ezt? Kérdezgetnek titeket, hogy sikerült ez a technika, vagy van téma egyáltalán? Hát nap mint nap kérdeznek engem, mind a média, mind pedig az emberek, vagy éppen versenyzők is, hogy hogyan haladnak a fejlesztések, hogy ez egy új kihívás.
ez egy új motor, egy új olyan technika, ami előbb-utóbb nagyon gyors lesz a pályán. De ehhez sok idő kell és nagyon sok munka. De én annak örülök, hogy újabb álláslehetőségek születtek csapatoknál. Ugye 39 versenyző van. Én azt gondolom, hogy nagyon jót tett ez a szabálymódosítás és ez a kategória a MotoGP világának. Sokkal kevesebb költség, mint a 250-es kategória volt, és elérhetőbb, könnyebb edzőmotor gyártani. Tehát új kapukat nyitott meg ez az új kategória, és én ennek örülök. Mi vár rád még a következő hetekben a tesztekig és a tesztek után? Hát lényegében... Aktív pihenés? Magam sem tudom, mert most nagyon sokat gondolkodtam, hogy jön jó idő, hogy motocrossozok egy picit, vagy ne, de látod a sok példát, hogy Lorenzo is elesett a cross motorral, tavaly Simoncelli a szezon előtt, de mégis a crossozás az a nagyon jó kiegészítő sport. Ugye nap mint nap edzem, de ha fölülök a cross motorra, az egy egészen más mozgás, és talán az a legközelebb ahhoz a felkészülés az, ami lenne a legtökéletesebb, de mégis nagyon veszélyes. És ugye én megígéretem magamnak, hogy most lassan fogok venni, és vigyázok magamra, de tudod ezt az érzést, ahogy fölülsz a motorra, ez rögtön megszűnik. És most lehet, hogy a hétvégén még a kiállítás előtt, mikor kijövök dedikálni, fogok egy picit mozogni cross motorral, még jövő hétfőn is, aztán kedszerda inkább csak ilyen masszázs, pihenés, úszoda, magyar termálvizeket ki lehet ugye használni, mert ez egy nagyon nagy kincs itthon. És utána csütörtökön már utazok 25-én a teszt helyszínre. És amikor végzünk a tesztelésre, és jó lesz, és minden rendben lesz, akkor megint egy kis pihenő itthon, és feltöltődés az első futamra a Katari nagy díjra. Mit szólsz ahhoz, hogy Magyarországon ismét nem fogsz versenyezni, mert nem jött össze itt a balatoni pályán? Hát mit is mondhatnék erre? Hát nagyon sajnálom. Nekem ez egy nagy álmom volt, eddig szinte minden álmomat tudtam teljesíteni, de egyelőre ez az egy most még marad álom, hogy itthon legyen egy GP. Azt nem értem. Ígéretet teszel arra, hogy addig nem hagyod abba a pályafutást, amíg nem lesz magyar GP? Nem szeretnék ígérgetni, de... 10-15 éved van még. Nekem a kérdésem az lenne, hogy mi nem rendezünk meg a Hungaroringen, nem? Mit gondolsz? Nem tudom, a szakembereket kellene erről megkérdezni, mert nyilván itt az üzleti... Ugye én is az üzleti háttért úgy gondolom, hogy nyilván az első, hogy a matekot össze kell rakni valakinek. Az, hogy utána milyenre alakítják a pályát, szerintem az már csak egy dolog, hogyha megszülettek itt ezek az elhatározások, illetve szerződések. Ugye én nagyon sok pályán mentem a világon, talán mindenhol, komolyabb VB-s pálya. Én azt gondolom, egy pici átalakítástól a Hungaroring tökéletes lenne arra, hogy MotoGP-t rendezzünk. Úgyhogy hát ezt üzenem, hajrá! Hát szakemberek, tehát én nem szólok semmit, ő az, aki ő megy a pályákon a világban. Ti pedig látogassatok ki a Hungexpo-ra szombaton és vasárnap, és keressétek a Talma standot délután 2-4 óra körül. Gabesszal fotózkodás, dedikálás lehetséges, és ha már itt jártok, akkor forduljatok meg most mindenki háttalálom is standunknak egyébként, mert itt van a szomszédban, mert itt van Gabi, de csak 2 órát kell elviselnünk az, hogy nem ránk figyelnek. Gabi, köszönjük, jó pihenés neked, és holnap megint találkozunk. Sziasztok!